Nagyon jó, kemény meccs volt, sokáig nem találtuk a siker kulcsát, de egy nagyszerű harmadik harmadot produkáltunk, amivel megnyertük a meccset. Sokáig hiányzott a gól a játékotokból, mi volt a probléma? Nagyon jól védett a kapusuk, és szerencsénk sem volt a kipattanóknál az első harmadban, ezért volt 0-0 az állás. A második harmadban azonban magunkat is okolhatjuk, egy hibából kaptunk egy gólt, majd rögtön még egyet, de fel tudtunk állni, és nyerni tudtunk innen is. Nagyon jól ment a sorotoknak minden gólt, ti szereztetek, mi a titkotok? Nincs különösebb titka a sorunknak, igaz Sofron és Kóger is betalált, és én is lőttem két gólt, de úgy gondolom ez nem titok kérdése. Nagyszerű srácok, akik jól ütköznek és bátran játszanak, nem csinálunk különösebb dolgokat, mint megpróbáljuk a legtöbbet kihozni magunkból. Kógernek volt nagyszerű lövés emberelőnyben, Sofronról tudjuk, hogy nagyon energikus és lehengerlő a küzdeni tudása. Ember hátrányban végigvitte egy remek szólót, ami gólt ért. Nekem inkább dolgos góljaim voltak, bementem a kapu elé és betuszkoltam a kipattanókat. De összességében igen, ez egy jó sor, jó benne játszani. We complement each other and it's a good line and it's going good right now. Szombaton a lengyelek ellen várhatóan nagyon kemény meccsen a feljutásért játszotok. That's our goal so far and igen, az a célunk, hogy feljussunk az A csoportba, és nem járunk messze tőle. Nekem személy szerint az volt az elvárásom, hogy emiatt is játszak itt, hogy megnyerjük a tornát, vagy legalábbis feljussunk. Közel járunk ahhoz, hogy álmaink valóra váljanak, egy meccs van hátra, amit meg kell nyernünk. Holnap szünnap lesz időnk rápihenni és felkészülni a szombat esti meccsre. A szurkolók is segítenek majd a lelátóról, milyen érzés szinte hazai pályán játszani idegenben. Fans. Úgy gondolom, a magyar szurkolók egészen egyedülállóak. Egész szezonban tapasztalhattam azt az erőt és támogatást, amit tudnak nyújtani, nincs ez másképpen most sem. A lengyelek hazai pályán játszhatnak, és az ő szurkolóik is lelkesek, nagy küzdelem lesz ez közöttük is. Egy igazi döntő van hátra, ami remek, izgalmas meccs lesz. Remélem, a szurkolóink ismét fantasztikusak lesznek, hangosak, és a végén nagyon boldogok.